Fagyko József értékelte stábunknak az idei évi futcáltábort. Rengeteg programmal, játékos foglalkozással tölthették hasznosan a nyári szünet első heteit a gyermekek. Viszonylagosan nagy sikere volt, hiszen 20-23-4-5 fővel ment mindegyik hét, és még sajnos volt olyan, akit nem is tudtunk fogadni, már pontosan itt a teremnek a méretei miatt nem, azért itt a kapacitás azért viszonylag korlátozott, úgyhogy ilyen körülbelül ilyen létszámokkal dolgoztunk, és azt gondolom, hogy így ennek tükrében azért viszonylag jók a visszajelzések, és sikeresek voltak eddig az elmúlt két hét, és úgy gondolom, hogy az elmúlt pár nap is jól sikerült. Hát alapvetően ugye futszál tábor, mivel hogy az egyesületünk a futszállal van összefüggésben, viszont azért ez inkább futszál és sporttábor, így is hirdetjük, tehát olyan gyerekeket is várunk és hívunk, akik mondjuk nem feltétlen labdarúgással foglalkoznak, vagy itt a futszálnál nálunk esetleg kisebb korosztályokban játszanak. Ennek megfelelően egyébként mindenféle sporttal vártuk őket, tehát reggelente, mivel hogy a korosztály is egyébként ilyen általános iskola alsó tagozata, inkább ilyen korú srácok voltak, ezért ilyen inkább játékos feladatokkal, különböző kisebb vetélkedőkkel és akár más labdajátékokkal, kidobóval vagy kifogóval vagy bármivel is vártuk őket, és ilyen így kötöttük le. Természetesen ugye hetente egy, illetve két alkalommal időjárástól függően strandra is, az élményfürdőbe is ellátogattunk, tehát próbáljuk változatossá tenni a hetet, hogy ne unatkozzanak a srácok. Reggel ugye mindig egy kicsit álmoskáson indul, mint mindenki másnak is, a gyerekek is, főleg hogyha az előző napon, mint ma is mondjuk tegnap elfáradtak, és ma reggel is úgy érkeztek, hogy azért kicsit még azért álmosabbak, akkor reggel ilyen kisebb vicces feladatokkal, akár fogókkal, akár olyan játékokkal, amiben egy kicsit felpörögnek, kicsit futkároznak, és akkor azzal így felébrednek, és akkor ezután akkor 10 óra izunk, reggeli után van egy kis szabad program, amikor egy kicsit megemésztik tulajdonképpen a 10 órait, és akkor utána pedig a délelőttben még általában beleszokott férni, mint most is látjátok, egy olyan focival kapcsolatos feladat, ami mindig más, akár létszámában, akár feladatában. Most jelen pillanatban egy ilyen egy gólig tartó játékot játszunk, amikor aki gólt kap, az már lejön, és már viszonylag egy ilyen pörgősebb történet, de egyébként volt már kosárlabda, egyébként volt már röplabda reggel, tehát hogy próbálunk mindenféle sportágra egy kicsit rávilágítani, vagy hát esetleg olyanok, tudod, akik nem fociznak, és akkor nem fociznak, azoknak, és mondjuk nincs olyan sikerélményük mondjuk itt a labdarúgó játékoknál, azokat is megpróbáljuk egy kicsit olyan hangulatba hozni, hogy legyen sikerélmény, tehát erre megpróbálunk odafigyelni. A futszál kedvelői számára fontos információ lehet, hogy az edzések egyébként augusztusban kezdődnek, tehát ha megjött a gyermekkedve a sportoláshoz, érdemes előtte érdeklődni a klub vezetésénél a részletekről. Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!